nagyon sokan kérték, hogy arról beszéljek, hogy ez a műtét hogyan érhető el Magyarországon. Az egyik legnehezebb dolog ezzel kapcsolatban az az, hogy Magyarországon TB-re nem végzik el ezt a műtétet. Nem végzik el semmilyen indokkal. Néhányan nekifutottak és megpróbálták, beadták az egyedi méltányossági kérelmet, hónapokig küzdöttek a társadalombiztosítással, és kérték a kérelmük elbírálását orvosok által igazolva, hogy minden más próbálkozás kudarcot vallott, és hogy a többletsúlyuk súlyos állapotba hozza őket, illetve hogy a fogyásuk megoldást jelentene számos betegségükre, enyhíteni a tüneteket, csökkenteni a gyógyszerköltségeket, elodázna a műtétet, megakadályozná a korai halált, tehát mindenféle adattal alátámasztották a műtét szükségességét, ám nem kapták meg rá az engedélyt. Magyarországon a bariátriai műtétek közül egyedül a gyomorszűkítő műtét az, amelyet valamelyest támogatott a társadalombiztosítás, azt viszont egyre kevesebben végeztetik el, hiszen a hosszú távú eredmények nem voltak jók. Annyira nem voltak jók, hogy nekem is volt gyomorgyűrűm. Ez a mondat így nem helyes, mert nem belőlem kell kiindulni, én nem vagyok statisztikai adat, és egy emberből nem lehet következtetést levonni. Tehát úgy helyes a mondat, hogy ugye nem voltak jók a hosszú távú eredmények a gyomorgyűrűvel. Én nekem sem voltak jó tapasztalataim a gyomorgyűrűvel. Eleve ott kezdődik a dolog, hogy nem fogytam vele túl sokat. Tehát nem fogytam le az összes túlsúlyomat a gyomorgyűrűvel, és ott folytatódott, hogy lett egy csúnya szövődményem, egy komoly komplikáció, talán ez a jó szó rá. A gyűrűn átcsúszott alulról a gyomrom, és ha ez úgy maradt volna, akkor hát egyrészt éhen halok, mert úgy már nem tud a táplálék sehonnan sehová jutni, másrészt az így átcsúszott, átfordult gyomor elhal vérkeringés hiányában. Úgyhogy nekem volt egy sürgősségi műtétem, akkor voltam hülye, mert nem vetettem ki rögtön a gyomorgyűrűt, pedig megkérdezték, hogy egyébként, hogyha már úgyis belenyúlnak a hasüregembe, akkor távolítsák-e el. És akkor még adtam egy utolsó esélyt ennek a beavatkozásnak, nem akartam újra kövér lenni, és azt mondtam, hogy nem maradjon ott a helyén. Benhagyták, megszüntették ezt az állapotot, benhagyták, de nem volt különösebben fogyási eredménye. Így aztán egy harmadik műtéttel távolították el, tehát egy műtét berakták, egy műtét, mikor baj lett és kellett sürgősen műteni, és egy harmadik műtét, amikor aztán eltávolították a gyomorgyűrűt, és utána éltem megint több évig mindenféle segítség nélkül, és ment följebb a súlyom hónapról hónapra, évről évre. Egészen odáig, míg aztán 2 évvel ezelőtt, így egy februári napon úgy nem döntöttem 100 kilósan, hogy ez így nekem nem állapot, és ezt én nem szeretném folytatni, tehát nem szeretnék a 100 kilónál még több lenni, és akkor végleges megoldáshoz fordultam, és ez volt a bariátriai műtéteknek a 2 új típusa. Az egyik ugye a csőgyomor képzőműtét, sleeve műtét, ez az, ami nekem is van, és a bypass a másik. Sleeve műtét Király Linda, bypass Tóth Vera. Ugye mind a kettőnél lehet látni, hogy eszméletlen sokat fogytak vele, fantasztikusan néznek ki. Miattuk ismerte meg talán az ország ezt a két lehetőséget jobban. És hát amiről most még nem akarok beszélni, majd talán egyszer egy másik videóban ezt is érdemes kitaglalni, hogy ki hogyan dönti el, hogy melyik műtét lesz nála. És már is rosszul fogalmaztam, mert hogy ez nem így zajlik, hanem az orvos dönt a legtöbb esetben, mert a páciensek egy része csak az egyikre alkalmas, és csak kevesen vannak, akik mindkettőre, én mindkettőre alkalmas lettem volna, de tehát magyarul szóval, hogy hogyan dől el, inkább így a jó a fogalmazás, hogy melyik műtét lesz valakinél, aki el van hízva. Tehát ez majd talán egy másik videó kérdése, de inkább most arról szeretnék beszélni, hogyha a döntés megvan, hogy már pedig
utolsó csepp a pohárban, szükség van valamire lépni, bariátriai műtétre van szükség, akkor ezt hogyan lehet Magyarországon elérni. Kérem szépen, csak úgy, ha pénzed van. Az, hogy honnan lesz pénzed, arra nagyon sok lehetőség van. A műtöttek egy része előtakarékoskodik. A hízás az egy hosszú évek, évtizedek alatt fennálló folyamat. Ismerek olyan műtöttet, aki 3 évet dolgozott külföldi munkán azért, hogy meglegyen a pénze arra, hogy ha hazajön, akkor ezt a műtétet meg tudja csináltatni. Volt olyan is, aki más félretett, megtakarított pénzét használta el erre. A család úgy döntött, hogy nem kocsit veszünk, nem lakást cserélünk nagyobbra, nem házat veszünk lakáshelyet, nem felújítunk, hanem apának vagy anyának a bariátriai műtétét fogjuk finanszírozni az eddig összegyűjtött pénzből, mert fontosabb nekünk, hogy a családtagunk ne halljon meg 10-15-20 évvel hamarabb, mint egy átlag magyar. Ugyanis az elhízás, a súlyos elhízás, az ennyivel rövidíti meg az élettartamunkat, és az utolsó pár évtized, 1-2, akár rendkívül rossz életminőségben is eltelhet, azt pedig egy családtag sem kívánja, hogy a családfenntartó anya vagy apa az szenvedjen, betegeskedjen, kórházról kórházra járjon, és az életminősége nagyon rossz legyen. Tehát vannak, akik így döntöttek. Ugyanilyen megfontolásból nagyon sok műtöttnél a család összedobta. Nagyszülők, szülők, testvérek, gyerekek, hogyha az idősebb szülő, idősebb volt a műtött, tehát a gyerekei. Összerakták a pénzt, 100 000-enként, 150 000-enként összerakták. Volt olyan, aki eladta valamiét, autót eladott azért, hogy a műtétet meg tudja fizetni. Úgy is gyalog jár utána az ember, mert élvezi, hogy végre szalad, fut és kilométereket minden gond nélkül megtesz. De ez csak egy ilyen pikírt megjegyzés volt, mert van, akinek az autó munkaeszköz is kell. Olyan is volt, aki hitelt vett föl a műtétre, mert hogy nem volt előtt a karékossága, vagy nagyon kevés volt, és muszáj volt még valamivel kipótolni. Ebben az esetben szokott az még nagyon érdekes tényként felmerülni, hogy akik így jártak, bocsánat, akik hitelt vettek fel a műtétre, azok azt mondták, azt mesélték, hogy a műtétet követő hónapokban nagyon könnyű volt kifizetniük a törlesztő részletet, mert gyakorlatilag nem ettek. Mindenki egy icipicit gondolja el, gondoljon végig azon, pláne ha elhízott, ha súlyos elhízott, hogy mennyit eszik meg egy hónapban, forintban. Hány 10 000 forintot költ el arra, hogy megtöltse a hasát, az ekkora gyomrát. Hogy is van? Azt mondja, hogy ez egy fél literes zéró, ugye? Ilyet szoktam inni. Az átlag ember gyomra 3-szor ekkora. Nekem is ekkora volt. Ekkora a kapacitásunk, 1,5 liter. Ennyit tud befogadni. Nem töltöttünk meg, vagy nem töltünk meg feltétlenül mindig minden étkezésnél kajával annyit, hogy a 1,5 litert dugig együtt, bocsánat, iszom. De egy jó kis családi ebédnél, vacsoránál, egy karácsonyinál, egy svédasztalos fogadásnál, ahol nincsenek korlátok, képesek vagyunk 1,5 liternyi kaját magunkba szuszakolni gond nélkül, mert ekkora a gyomorkapacitásunk. Na most a miénk most már csak ekkora, úgyhogy ennyit lehet megtölteni. Tehát azzal, hogy nem ették meg azt a mennyiségű kaját, hanem az első hetekben naponta 4-5-ször fél decit, tehát egy joghurtnak a harmadát, felét ették meg, ezért a napi élelmiszer kiadásuk lecsökkent körülbelül 100 forintra, ezért az eddig arra költött pénz ment a hiteltörlesztésre. Később sem lesz nagyon más a helyzet, mert hónapok múlva, amikor már a 1,5 deci kaja mennyiség fér el egy szlívműtött gyomrában, akkor is
becsléseim szerint körülbelül napi 4-500 forintból jól tudok lakni. 4-500 forintból. Miközben előtte csak az ebédre, ha beültem egy ilyen önkiszolgálós, gyorséttermes valamire, 1500-1800 forint elment, és ez csak az ebéd volt. Persze valamelyest nőnek a költségek azzal, hogy például fehérjét, fehérjeport, fehérje szeletet eszünk, illetve én kollagént eszem már a műtét előttől kezdve, ennek van némi költsége havonta, tudok nagyon jó kollagént, nagyon olcsón, ha érdekel benneteket, itt lesz majd a videó alatt a link, amivel sokkal gazdaságosabb, mint hogyha a rendkívül népszerű és a Facebookon folyton felbukkanó márkák közül vásárolnátok kollagént, és a kollagén mennyiség is sokkal nagyobb, mint amit ezekben benne van. Pláne nem ajánlom, hogy kapszulás módon fogyasszatok kollagént, mert az nagyon-nagyon kevés. Ennél azért jóval többre van szükség. Tehát még hogyha ezeket a pluszokat is hozzáadjuk, akkor is élelmiszerre, bármire, amit a gyomrába bejuttatok, sokkal kevesebbet költök a műtét óta. Hosszú távon tehát a műtét pénzügyileg is megéri. Már csak azért is, mert az összes olyan dolognak a költsége is kiesik, ami eddig az elhízás miatt volt rajtad. Magas vérnyomás, magas koleszterin szint, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség. Az összes olyan betegségnek javulnak a tünetei, amelyek ettől eddig az illető szenved, aki súlyosan elhízott. Az orvosával konzultálva mindig lejjebb és lejjebb lehet menni az adagokkal, míg a végén néhány betegség esetén teljesen el is hagyható a gyógyszeres kezelés. Nem kell költeni gyógyszer, és nem azért nem kell költeni, mert hú, de nagyon alternatívak vagyunk, és majd mi ilyen gyógynövényes, nem tudom, természetes dolgokat eszünk a gyógyszerek helyett, hanem azért, mert megjavult a szervezetünk, a fogyás után jobb lett, helyreállt, regenerálódott, a funkciók visszatértek egészséges testsúlyhoz, egészséges paraméterek társulnak, a laborértékeink ugrásszerűen javulnak meg. Ha valaki régebben repült, most már nem kell két ülőhelyet vásárolni a légitársaságtól, hanem csak egyet. Egy dologban biztosan nagyobb lesz a költés, legalábbis egy bizonyos ideig, az a ruha. Elképesztően jó érzés kisméretű ruhákat vásárolni. Mindenkit, aki sleeve műtét előtt áll, vagy sleeve műtéten van túl, de még nem túl régen, nagyon-nagyon-nagyon arra biztatok, hogy ne vásároljon ruhát egész addig, míg a végleges méretét el nem éri, mert különben havonta-két havonta fogja kihaigálni a ruháit, és az azért nagyon drága mulatság, tehát azt nem ajánlom, de a végén érdemes egy olyan jót bevásárolni. Én is megtettem, ott van mögöttem a szekrény, dugig van 36-38-as cuccokkal, Desigual a kedvenc márkám, mióta lefogytam, mert színes, harsány és látványos és vidám. Szóval, hogy arra lehet költeni, de azért valljuk be őszintén, ruhavásárlás nélkül megvan az ember, különösebben egy kevesebb garnitúrával is ki lehet jönni, még nőként is, tehát sok megtakarítás marad a műtét után, amit kérem szépen a hiteltörlesztésbe be lehet nyomni. Úgyhogy ez is egy megoldás. Számtalan módon elő lehet teremteni a műtétre a pénzt. Mindenki beszélje meg a családjával, hogy mit tudnak vállalni hosszú távon, és csupán ez ne akadályozza meg őt abban, hogy képes legyen ezzel a műtéttel visszanyerni az egészséges testsúlyát. Több centrum van Magyarországon, az árak különbözőek, azért jellemzően a drágább központokban hozzáadott érték is van, tehát érdemes azon is elgondolkodni, utánkövetés például, plusz laborokkal, utólag, dietetikussal, egyéb ilyen dolgokkal, mint például ott a Duna Medical Centerben, ahol engem műtöttek, de vannak olcsóbb helyek is, nézni kell a statisztikákat, nézni kell a visszajelzéseket, és mindenki menjen oda, amit a legjobbnak talál ő maga, és utána tartsa be az életmódváltáshoz szükséges dolgokat, és akkor karcsú és egészséges lesz, és ez így van jól.
Oké, sziasztok!